Sziasztok, kedves nézők, örülök, hogy itt vagytok velünk az M3 autóparkban, ahol egy Ivecót nézünk, egy déli 29L11 típus megjelölési darabot, egy olyan autót, amit lakóautónak használtak, nagyon kevés kilométer szalad bele, ugye 130 ezer kilométer van benne, nagyon jó állapotú gumik, és rettentő szép belsővel rendelkezik az autónk, nincsen össze karmolva, koptatva, szakítva, eredetileg egy gyári ülések, ez állítható magasságú, és így néz ki egy gyári ülés, amiben 130 ezer kilométer van. Ja, és ha már ülés, akkor nézzük meg, hogy mi kopott még el rajta. Ugye látszik, hogy ez sincsen szétgyalulva, ugye a sok kilométertől. Aztán van egy légzsákunk, szervókormányunk, és 130 ezer kilométer futott az autónk, ami láthatóan jár, hallhatóan is, szépen csendesen azért jól dolgozik benne ez a motor, majd azt is meg fogjuk nézni, 2.8-as motor van benne, és 105 lóerős. És ha néztek a bal kéznél a lámpát, még egyszer, nézzétek csak, azt mondja, hogy az ABS is figyel, el is halszik szépen, immobilizer, kulcs, minden, tényleg rendesen dolgozik az autóban a motor, az elektronika, minden, mind a két gyári kulcsa megvan, és az ülések is nagyon szépek. Láthatjátok, itt van már a Feri, Peti és Concerto, éppen egy térképet böngésznek, hát ugye nem véletlenül, hiszen ez egy lakóautónak használt, még egyszer mondom nektek. Gyönyörű szép a belsője, abszolút lelakásmentesnek hívnám. Ez a hátfal nem volt benne, ezt mi beletettük, hiszen vizsgára kell. Itt szépen át lehetett menni, és ilyen LED fények voltak benne, vagy benne vannak most is, és ugye szépen le van burkolva a hátulja, tehát nem ipari célú felhasználói volt. Vonóhorró van rajta, ez 2 tonnát is húzhat magával. És nézzétek meg, ilyen szépen le van burkolva, le van szigetelve. Komplett belseje ilyen az autónak. Vannak szépen a LED fények. A hátfal, ami kivehető, ugye néhány csavarral meg lehet oldani. Ott vannak a konnektorok benne, és szépen le van burkolva az alja is. Ez is szinte olyan, mint a szobába bemenne valaki, úgyhogy tényleg mutatós a kis szerkezet. Innen a jobb oldaláról is ezt látjuk. Gumik nagyon jó állapotban vannak. Tolóajtós, és ugye működik is benne. Euro 3-as motor ketyerészik benne, tehát nagyon könnyedén csiszi-csuszizik benne ez a dolog. Üvegezése rendben van. Ott az Euro 3-as matricája, az osztrák. És akkor nézzétek meg a mociát, ez meg külön élmény szerintem. A szí is újra tűnik rajta, egészen szép fehér. Az akkumulátor tökéletesen indította. A turbo is látszik, hogy újszerűnek tűnik az autón, vagy legalábbis alig használtnak. Gyertek el, érdemes, tényleg egy alig használt Ivecót láttatok itt az M3 autóparkban, ami csak is kizárólag rátok vár. A viszontlátásra!